Megálltunk egyet szusszanni. Túl vagyunk 5 kilométeren nagyjából. Jön egy nehéz szakasz itt mögöttem, ahogy látszik be. Nem tudom a videó mennyire adja vissza. De egy elég jó emelkedőnek nézünk elébe, úgyhogy most iszunk egyet. Aztán megyünk tovább. Hogy érzed magad? Jó. Jó, minden klassz. Hát nem fogok hazudni. Rohadt kemény ez az első szakasz. Még nem vagyunk túl a felén szerintem. Mármint, hogy a szakasznak, az emelkedőnek már remélem a felén túl vagyunk. Mert nem biztos, hogy visszaadja. De nagyon-nagyon, nagyon meredek dombok vannak. Innen jöttünk föl. Most nagyon nehéz szakasz. A botok segítenek, de az idő az végülis kedvez, mert nem süt a nap, hála Istennek. Nincs az a döglesztő meleg, de így is izzadunk mindenünk. Megálltunk egy kicsit enni egy protein szeletet, mert rohadt fárasztó az út, meg reggel a kis szállásunkon, amit kaptunk reggel itt, az nem vágott földhöz. Igazából egy kis bagetszerűség volt felszeletelve, kaptunk vajat, meg lekvárt, meg egy kávét. Tehát nem volt egy nagy eresztés, annyira jó volt, hogy ettünk valamit, de hát most konkrétan 11 óra 10 perc van. És most már éhesek vagyunk. Az emberek nagyon kedvesek, mindenki köszönget, integet. De azért enni kell, fárasztó az út, nem tudjuk mennyi van vissza fölfele. Reméljük, hogy most már nem sok. Itt a semmi közepén találtunk egy kis szállást, meg éttermet. Elég jól néz ki, ennyi megmutatom. Van ilyen kis terasz része. És hát a kilátás. Nem semmi az a hely. Itt megálltunk, megettünk egy francia bagettet. Patéval. Finom volt egyébként.
ittunk egy kólát, meg most iszunk egy kávét, és megyünk tovább. Még azt mondták, hogy 4 órát kell fölfele gyalogolnunk, és egyet lefele, és akkor odaérünk, ahova szeretnénk. Végig őszinte leszek veletek, hogy elmondok mindent, a szépségét is, meg a hátrányát is ennek az egésznek, hogy talpam már tele van vízhúlyaggal. Most az övé nincs. Most álltunk meg megint, igazából nagyon sok van még vissza, tehát ahhoz képest, hogy mindjárt fél öt. Nem sietünk. Nem sietünk és megállunk sok helyen. Nem is tudunk nagyon sietni, de nem is nagyon akartunk. Odaérünk, amikor odaérünk. Azt mondták, hogy nem kell foglalni helyet, mert nincs olyan sok zarándok, hogy odaérünk és lesz hely, meglátjuk. Csak el akartam mondani, hogy most megint azért kellett megállni, mert ki kellett böknöm egy vízfolyagot a jobb talpamon. Bekenytem egy kicsit vazelinnel, háttal segít. Aztán megyünk tovább. De értünk. Azt mondták, hogy itt egyre kell menni jobbra a keresztnél. Tehát, hogy ne menjünk tovább a betonúton. Arrafele, ami egy kicsit kényelmes lenne, hanem ott kell valahol átvágnunk még. Az itt nem úgy néz ki, hogy meg fogunk halni. Na mindegy, ez van. Na, azt mondja, hogy vagyunk. Innen még 8,3 kilométert kell mennünk. És most vagyunk 1275 méteren. Még egy kicsit megyünk fölfele. Találtunk egy csapot. Megmenekültünk, nem halunk szomjan. Hú, ez most életet ment. Elvileg elkezdtük az utolsó 5 kilométert. Nagyon nehéz a szakasz, még mindig. Még mindig fölfele. De elvileg az utolsó 1 óra az lefele fog menni. Lehet, hogy még rosszabb lesz. Ezek után menni lefele, nem tudom. Ilyen az út, ami most közlekedünk. Nem egyszerű. Viszont a látvány, az meg Kárpótól. Szóval ilyen. Mindjárt meghalunk. Elértük a világ tetejét, most megyünk lefele. Elvileg abba a falucskába kéne mennünk. Nem tudom mennyit hallotok, már elég nagy a zaj, illetve a szél. De oda megyünk le. Még gyalog.
egyszerűen hihetetlen. Kiértünk az erdőből. Nagyon-nagyon nehezen. Megérkeztünk az albergéhez. Pár helyes fiatalember útba igazított minket. Mondták, hogy merre kell jönni. És akkor elvileg most megyünk befele. Megkérdezzük a recepción, van-e hely. Aztán kimegyünk, eszünk valamit, találtunk egy éttermet is. Mindjárt meghalom. De jó vagyunk. Megérkeztünk, úgy néz ki, itt fogunk aludni. Mutattam. Ez lesz az ágyunk. És ha minden igaz, 7 biciklis fiatalember van még, azt valószínűleg átrakják őket a másik szobába. De ide jár. Átrakják őket másik szobába, hogy ne zavarják az Ágit, mert ő egyedül lány. De a WC az közös, annak ott van az ajtaja valahol. Úgyhogy egyelőre ennyi. Most... Szerintem én jót tartok már. Igen, jót fogunk aludni, biztos vagyok benne. Nagyon most többen napot. Ledobjuk a cuccainkat, főhúzunk egy papucsot és átmegyünk ajánlni az étterembe. És azt hiszem, hogy mára be is fejeztem. És lehet, hogy holnap találkozunk, lehet holnap után. Meglátjuk. Sziasztok!